Ferdinand. Szeretett testvéreim, Szent Jakab apostol azt üzeni ma nekünk, hogy a hit, ha tettek nem származnak belőle, magában holt dolog, vagyis nem hit. Ha azt mondja valaki, neked hited van, nekem meg tetteim, ha tettek nélkül megmutatod a hitemet, hitedet nekem, tetteim alapján én is beviszonyítom neked az én hitemet. Testvére, sokat hallottunk erről az evangéliumi részletről, de talán egy dologról soha. Az a hit, amelynek tettekben kell megnyilatkoznia, nem akármilyen hit, hanem az a hit, amelyet az evangéliumban Simon Péter megvallott, te vagy Krisztus, vagyis a Messiás, másik evangéliumban hozzáteszi, az Isten fia. Ennek a hitnek kell megnyilatkozni a tetteinkbe. Attól keresztény valaki, hogy a 33 évet élt zsidó férfit Jézust az élő örök Istennek tartja. A Szent Háromság második személyének, aki emberré lett, aki meghalt és föltámadt, mert föltámadásában fölismerték őt. Ennek a hitnek kell megnyilatkozni tetteinkben, nem akármilyen hitnek, mert van nagyon sokféle hit. Valaki azt mondja, hogy hiszek magamba. Mit érez? Hiszek az emberben. Jaj, de nagy mondás. Hát én nem nagyon hiszek. Mert ez az emberiség kivégezte Krisztust. Aztán hiszek a világenergiákba. Hogy lehet hinni világenergiába? Hát az valami. A valamiben lehet hinni, az elektromosságba hiszel? Micsoda ostobaság, a szellemnek milyen gyalázat, amiben milliók élnek, hogy hiszek valamiben. Csak valakivel lehet hinni. Aztán egészen más. A muzulmánok hisznek egy Istenbe, aki egyedül van. Mi nem. Nem abba az Istenbe hiszünk, hanem abba, aki Atya, Fiú, Szentlélek. Ha egyedül lenne, az maga lenne a pokol. De nincs több Isten. Egy isteni természet van, egy örökké valóság, egy mindenhatóság, egy létteljesség, de három valaki birtokolja. Kedves testvéreim, ennek a hitnek a megnyilatkozását kéri Jakab apostol. És hát mikor nyilatkozzon meg a hitünk? Leginkább a szenvedéssel kapcsolatban. Jézus szenvedése és az ember szenvedése, a mi szenvedésünk. Péter apostol most a szenvedésről hallani sem akar, sem arról, hogy Jézus szenvedjen, hogy szenvedhetne a Messiás, sem arról, hogy követőinek is szenvednie kell, és hogy szeretteink is szenvednek. Tehát itt testvéreim, olyan cselekedetekről van szó, amelyek kapcsolatosak ezzel a hittel és Jézus szenvedésével. Persze, ez egy nehezebb gondolat, hogy maga a Jézusba vetett hit is cselekedett. A korabeli zsidók megkérdezik a názareti Jézustól, hogy hát ha te csodákat teszel, meg ilyen szent ember vagy, akkor mondd meg, mit tegyünk? Milyen cselekedet tetszik az Istennek? És azt mondja, Istennek tetsző cselekedet az, hogy higgyetek az ő küldöttjébe, vagyis bennem, mondja. A Jézus Krisztusba vetett teljes hit a legnagyobb cselekedet, amelyet életünkben végig kell vinni. Olyan hit, amely Jézus Istennek vallja, ugyanakkor szenvedő, értünk meghalt embernek, aki bűneinkért meghalt. Sem nem jó cselekedet az a hit, mely Jézus csak Istennek vallaná, és nem embernek, sem az, amely csak embernek vallja, és nem Istennek. Igazában az a keresztény, akinek hite nem mutatkozik meg cselekedeteiben, nem hisz valójában Jézus Krisztusban, nagyon egyszerű dolgot mondok. Az Úr is azt mondja, hogy aki elbocsátja a feleségét, más vesz el, házasságot tör, pont. Na most, ha keresztény vagy, akkor hát ezt tudomásul kell venni.
Mert ha Jézus csak egy ember, akkor nekem mi közöm hozzá? Ha egy proféta, hát jó, ez a véleménye. De ha az Isten, aki egy örökké valóságra vár minket, és akkor egyedül maradja, igen, és neveli a gyermekeit. Ez az, ami megmutatkozik cselekedetekben. Igen. Tulajdonképpen, akinek nincsen hitből fakadó cselekedetei, annak Jézus Krisztusba vetett hite hamis hit. Az a hit, hogy Jézus Isten ember eleve indít bennünket. Hiszen a jászoltól, karácsonytól, a nagypénteki keresztig, a húsvéti dicsőséges Krisztusig, pünköstig, micsoda indításokat kapunk, testvérek. Pontosan ennek a hitnek a megjelenése az emberi szívbe tesz minket keresztényé. Az, hogy Jézus az élő Isten fia, és ugyanakkor az a szenvedő szolga, akiről Izaiás írt 800 évvel Krisztus előtt, úgy leírja Jézus szenvedését, hogy az félelmetes. Hogy összeverik, hogy megostorozzák. De a sebei, és ő büntelen, de a sebei által az egész emberiség bűnbocsánatot fog nyerni. És a zsidóság hordozta ezt az ígéretet. És próbálta keresni, hogy ki az. Na most az a megdöbbentő, hogy Izrael Zolli, a világháború alatt élt római főrabbi, ezért katolizált. Ezt írja. Az Úr csodálatos pedagógiával tanította Ábrahámot, a választott népet, lassan elfogadtatta vele a mindenkit érintő áldozat fogalmát. Izaiás szerint az örökkévaló Isten így szólt a néphez, teremtőd, Izrael szentje, és ez a titokzatos személy maga az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, Izrael szentje, a te megváltód. Az evangéliumok szenvedés története, amelyet ez a főrabbi mindig olvasott titokban az evangéliumokat, az Úr szolgájáról énekek között, ami Izaiásnál olvasható, és az evangéliumban leírt Jézusi szenvedés között akkora az egyezés, bár Izaiás 800 évvel ért Jézus előtt, hogy az megdöbbentett. Ezt írja Izrael Zolli. Izaiás kortársa, Mikiás proféta is megjelenő dolgokat mond a Messiásról. Megjelenő, hogy Betlehembe fog születni, ebben a jelentéktelenül tűnő kisvárosban. Hogyan lehetne hallatlanra venni ennyi bizonyítékot? Testvérek, az a megdöbbentő, hogy nagyon veszélyes, ha egy hívő zsidó olvassa az Ószövetség mellett az Újat is. Mert akkor keresztény lesz. Mennyi szenvedés által lett ő keresztény. Hiszen ők elutasították, a nép elutasította Krisztust. De ő egy tudós volt. Kutatta az Ószövetségi szövegeket, és látta azt, hogy az evangéliumokban ez be van teljesítve. Hogyan lehetne hallatlanra venni ennyi bizonyítékot? Izrael Zolli számára nem volt kétséges, hogy a szenvedő szolga, akiről Izaiás jövendelt, Jézus Krisztus egy. Ami isteni származását illeti, a rabbi az exúszia kifejezést használja, mely Jézus és atya között egyenlően megosztott isteni természetet jelent. Az evangéliumokban található forrásokra hivatkozva elfogadja, hogy a messiási királyságot Jézusra, a prófétára bízta az Úr. Ő Isten küldötte, Jézus, Isten szolgálja, akiről Izaiás próféta jövendőlt. Az Ószövetség jövendőlései benne nyerték el beteljesedésüket. Jézus Isten akaratának akar engedelmeskedni, mert a két akarat, Jézus akarata és Isten akarata egy. És ez az egység az isteni hatalom bőséges forrása. Ő győzi le a sátánt. Ennek a hatalomnak az erejével tesz csodákat Jézus. Megbocsátja a bűnöket, lesz ura a szombatnak, vagyis az egész zsidó liturgiának, Isten tiszteletnek. Szavának feltétlen tekintélye van, Jézus fölött áll a hagyományos írásmagyarázatnak. Nem egyszer ki is jelentette. Az mondatot nektek, most pedig én mondom. Ilyen Jézus korában nem volt. Egy rabbia sosem mondhatta, hogy én pedig azt mondom.
És amikor megbotránkoztok, hogy szombaton gyógyítok, én ura vagyok a szombatnak. A zsidó tudta, hogy Isten az ura a szombatnak. A proféták iratainak tanulmányozásával Zoli szükségszerűen eljutott annak felismeréséhez, hogy különbség van Jézus prófétai és messiási küldetése között. Nem azért Isten fia, mert ő a messiás, hanem azért ő a messiás, mert Isten fia. Megremegett, amikor utoljára állt a Tóra előtt és énekelte az ószövetségi zsoltárokat, mert megjelent neki a zsinagógába Jézus. Fehéren ott állt egy buján virágzó természetbe a paradicsom kertbe, és azt mondta, utoljára állsz a Tóra előtt. Testvérek, mi nem olvastok? És miért akármit olvastok? Még el a Da Vinci kódot, amelyet milliókért füzettek, hogy a kereszténységről hazudjon. Egy művelt ember, ha megszagol egy könyvet, akkor tudja, hogy ezt érdemes elolvasni, vagy nem. Ezeket a könyveket olvasni kell. Mi nem ravaszul kieszelt papi mesék alapján hirdetjük nektek Krisztust. Mibe került az, hogy ez a zsidó rabbi ott hagyta az egészet? Paulo Dezza bíboros felkészítette a keresztségre. 12. Pius aztán megbízta, hogy a héber nyelvet tanítsa a katolikus kispapoknak. Szentül halt meg nagypénteken 3-kor, mikor Jézus. Amikor mi keresztények cselekszünk, akkor nem kürtöltetünk magunk előtt, hogy mi keresztények vagyunk. Ezért nagyon sokszor a bíborostól is számon kérik, hogy hol vannak a menekültektől a keresztények. Hát ott vannak. A máltai szeretetszolgálat, és ott van az ökumenikus szeretetszolgálat. És gyönyörűen ellátják a feladatukat. De ugyanakkor nekünk nem szabad eltagadni, eltakarni azt sem, hogy mi keresztények vagyunk. Egyébként a humanitárius lelkiség, amelyben sok jó van, az úgynevezett modern emberiességbe, ugye humanitárius, ők nem hisznek Istenbe, de emberiesek. Abba belefér az abortus klinika és az eutanázia. Tehát gyilkosságok millió számra, de emberségesek. Gyönyörű. Mi nem ennek a hitnek a nevében, nem az emberségesség nevében vagyunk ott, hanem Jézus Krisztus nevében. És amikor a máltai szeretetszolgálat végzőjének a nyakában meglátja Mohamedán a keresztet, és nem kell neki az étel, akkor ő nem menekült. Nem menekült. Vannak menekültek, keresztény üldözöttek, akik közül sokat lefejeztek, írja a Szír Kál érsek. És ez nem hír. És félig élő gyermekeket eltemettek, mert a szüleiket arra kényszerítették, hogy legyenek mohamedánok, és ők megtagadták. Tömegében mészárolták le keresztény testvéreinket. Természetesen nem minden mohamedán gyilkol. Vannak szent mohamedánok. Csak azok a mohamedánok, amelyeket átpolitizáltak. És én nem fogom levetni a keresztet. És a máltai se vegye le a nyakából. Az Úr Jézus mondott egy példabeszédet. Amikor egy zsidó ember Jeruzsálemből elindult más útra, és rablók kezébe került, és ők jól összeverték. És arra jött egy zsidó pap, nem segített rajta, egy zsidó levit az se. Arra jött egy szamaritánus, az más vallású, és az segített rajta. És elfogadta a zsidó, hogy egy idegen, egy máshol, aki segítsen. És nem kérte azt, hogy te tagadd meg a szamaritánus hitedet, és légy zsidóvá, akkor segíthetsz rajtam. Testvéreim, gondolkodjunk. Túl sok az érzelem. Túl sok a népbutítás. Tessék napokon át gondolkodni, beszélgetni egymás között. Mert tisztán lehet látni. Az a menekült, aki visszadobja az ételt, mert kereszt van a nyakadba, az nem szorul rá. Ez nem politika, ez erkölcs. És Sara Bíboros, ez a néger ember, a Cor Unumnak volt a prefektusa. Most az Isten tiszteleti kongregáció prefektusa, és a Cor Unum, azt jelenti latinul egy szív, a Vatikánnak
a segélyszervezete. És a Vatikán mindig milliókkal és milliárdokkal segít, csak nem kürköltetjük. Amikor a cunamit, az a rettenetes csapás érte a japánokat, akkor iszonyatos mennyiségű élelmet, pénzt, mindent vitt ez a bíboros Japánba. És akkor televízióban hát meginterjúvolták. És az interjút azzal fejezte be, hogy bíborosként ott volt a mellkeresztje, imádkozott a japán népért. És később egy hónap múlva kapott egy levelet egy japán asszonytól, bíboros úr, ő eminenciája. Én aznap elhatároztam, hogy angyilkos leszek. Mert mindenki meghalt, mindenki. De hallgattam az ön imáját, és erőt kaptam. Nekem élnem kell. És ezért mondja, hogy igenis vannak nyugati olyan katolikus karitászok, amelyek eldugnák a keresztet, jaj, csak tegyünk jót egymással, szeressük egymást, gyerekek, nem. Azt mondja, hogy a nyomor mellett nem csak az a baj, hogy nyomor van, hanem lelki nyomor is. És nekünk mindig kell lelkileg is segíteni. Mindig kell megvallani azt a Krisztust, aki értünk meghalt és föltámadt. Néhány hónapja írja a bíboros, Jordániában egy szíriai menekült táborban egy 7 éves muzulmán kisfiú ordította előttem. Létezik Allah. Hogy engedhette meg, hogy a papát megöljék? Apját szélsőséges iszlamisták megfojtották a kisfiú jelenlétébe, akit mélységes sok kerített hatalmába. Hogy megkísérjük kihozni ebből a traumából, megpróbáltunk beszélni neki a jó Istenről, aki minden csodálatos dolog atya és teremtője, aki nem gyűlöli a rosszat, hanem mindenkinek megbocsát. Hogyan lehetne elfelejteni egy ilyen szenvedést, amely egyedül az emberek barbár tette, akik megrontják a vallást, azzal, hogy a vallás nevébe gyilkolni lehet. Ez a kisfiú minden szükséges anyagi segítséget megkapott, de nem erre vár, hanem arra, hogy beszéljek vele. Beszéljek arra, hogy az Isten jó, hogy ezt az emberek tették, és megbűnhődnek a bűnösök. Hogy fogadja el, hogy őt a jó Isten szereti mindennek ellenére, és a gonoszokat meg fogja büntetni. Már meg is bűnhődtek, hiszen gonoszok. Kedves testvéreim! Annak a hitnek nevében tegyetek jót, amerről az imént beszéltem. Mert Szent Jakab apostol nem akármilyen hitből fakadó cselekedetekről beszél, hanem abból a hitből fakadó cselekedetekről, amelyet most a hiszek egyben megvallunk. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden látható, láthatatlannak teremtő.